a papírformába, hanem inkább, hogy felborítsa azt. A himnuszok. Az ember következtetéseket levonni, milyen jó, hogy Király a leghiggadtabb, és hogy Zsuzsák már önkívületben, meg a többi mezőnyi játékos is. Hát ez pedig egy felemelő látvány. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of referee. Nem kevésbé elszánt játékosok a másik oldalon is. Hivatalosan Ausztria a pályaválasztója ennek a mérkőzésnek, így az osztrákok vannak vörösmezben, így Bordóban mi nem meccspirosban, hanem fehérben játszunk majd, de hát ennek azt hiszem, hogy különösebb jelentősége nem lesz ezen a találkozón. Itt van az osztrákok összeállítása, csak Robert Almer a kapus az, aki Ausztriában véd, az Ausztria Wien kapus, a harmadik lett az osztrák bajnokságban csapatával, meglehetősen sok gólt kapott együttese. Klein Dragovic, Hintereggel, Fuchs, Baumgartlinger, Alaba, Hardik Junuzovic, Arnautovic, és elől pedig Janko. Ahogy említettük korábban, négy ország bajnokai van itt, német, angol, ukrán és svájci bajnok, stabil Bundesliga játékosok, hiszen 12 Németországban futballozó van az osztrák keretben, és ők ebben az idényben majdnem 300 mérkőzést játszottak. Összesen 17 játékosnak szavazott bizalmat a szövetségi kapitány Fuchs és Zsuzsák, a két csapatkapitány választ. Tehát egy meglehetősen állandó együttes, amely az első selejtező mérkőzésén játszott egy 1-1-es döntetlen Svédországgal, az azt követő 9 tétmeccsét megnyerte. Clement Torben szemében egy francia játékvezető, a bírói kar a 18 játékvezető legfiatalabbja, aki, és ez jó ment talán, a magyar-finn selejtezőt, amelyet Gera góljával megnyertünk a Grupa Marénában, vezette nekünk. Itt pedig a mieink összeállítása. Kádár bokasérülése rendbe jött, neki a jobb bokája volt érzékenyebb, most viszont a bal bokája fordult ki, de tudta vállalni a játékot. Nincs Lovrencsics, akinek erre pihenés vár. Bekerült az együttesbe Gera Zoltán, mai újságok még Pintér Ádámot favorizálták inkább, bár hozzáteszem, hogy a magyar csapatról tudnak a legkevesebbet a nemzetközi sajtóban. Tegyük hozzá, ez azért is van így, hiszen a legismertebb játékosunk Zsuzsák Balázs a török Bursaspor-ban játszik.
Van viszont egy rekorderünk Király Gábor személyében. Itt Arnautovics szigorú tekintete látható. És itt pedig Király Gábor, aki 40 évesen és 74 naposan ma Európa-bajnokságon a kapuban, élete első EB-jén, több mint százszoros válogatott ugye Király, és tegyük azt is hozzá, hogy Lothar Matthäus csúcsát döntötte és dönti meg néhány másodperc múlva, amikor elkezdődik a mérkőzés. Soha vesztes meccsen Király egyébként nem szerepelt Ausztria ellen, sőt, kinetszik, ugye az első 60 végzett a Mainz, egy nagyon jó csapat, Alaba lövő helyzetben, meg is küldi, kijön a kapufáról a labda. Fél perc elteltével csilingelő hang Bordóban, szerencsére nem befelé pattant a labda. Szalai terített. 149 Bundesliga mérkőzés van azért Szalai Ádám lábában. Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover, még a Hoffenheim színeivel lőtt volt 2014. december 12-én. Lepattan, Junuzovic, hopp, Király! És aztán kiosztja Lang Ádámot. Lecsorgott a labda, Junuzovic fölismerte a lehetőséget, de 40 év az 40 érv, hogy Király álljon a kapuba, itt az egyik. Nagy Ádám megvan, és most többen vagyunk, Nagy Ádám, Kleinheisler tovább tudja még tenni, Kleinheisler, ott a lehetőség, Gyugyák a 16-osa belül, lövés mellé! Ez nagyon nagy helyzet volt. Kleinheisler maga elé húzza, és ott megy Gyugyák, és ahogy átveszi, jobban nem találta el jól. Kiszánkázott ott egy védő az alapvonalig. De volt magyar helyzet. És Szalai erre rácsaphat. Szalai rá is csap. Picit kínált a kapus. Ujjjjjj. Most bántóan messze pattant. És indul Szalai, és vissza lehet tenni Kleinheislernek, és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól, és a gól! Szalai vezet Magyarország! 550 nap után be lehet azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Egy ide! És micsoda támadás volt! Egy perce kiabálta a közönség Böde Dániel nevét, hogy álljon be, de hát marad Szalai a pályán. Nagyszerűen megoldja ketten Kleinheislerrel. Előny ide, és nincs les, és nem kell nagy gól, át kell a kapus alatt valahogy juttatni. 10 válogatott meccs után újra Szalai gólt lő. Alaba. Alaba visszateszi. Jó a blokk, Hinteregger másodszor is lőhet, négyen vetődünk bele, Kádár, újabb lövés, már lefújták. Hát ho, persze, hát nem úgy van az. Sárga lap is röppen. És akkor piros Dragovicsnak. Dragovicsot kiállítja a játékvezető. Emberelőnybe kerül Magyarország. Király terelne el mindenkit onnan Arnautovics közeléből. Piros lap. Dragovics szomorú fejjel leballag, ő az. És ott mehet Stieber. Stieber kapura törhet, eldőlhet a mérkőzés. Stieber a 16-oson belül, lövés, gól! Gól! Eldőlt a mérkőzés! Bent pihen a labda a hálóban. Magyarország 2, Ausztria 0. Győzelem! Hát, aki majd újszülött születik, lehet, hogy Bernd lesz a neve. Stieber jó csere volt, nagy labdát kap, és ezzel be kell sétálni, gyalogolni
majd jobbal, mindegy, hogy ő ballábas, beemeli jobbal. Baumgartlinger hiába üldözi, Stieber magabiztos. Álom!